Nagy problémával küzd sok házi orvos. A körzetek méretei nem szabályozottak, így van olyan orvos, aki 4000 ember ellátásáért felel. Vélemények szerint 1500 fő lenne az optimális, ekkor napi 40-50 paciens lenne a rendelőkben. Ennek ellenére most van, hogy 90-95 ember fordul meg egy orvosnál. A helyzet azonban javítható lenne. Alapvetően az egészségügyi állapot az nem a legrózsásabb az országban, és a szűrővizsgálatok tekintetében is vannak komoly elmaradások. Nagyon sok páciens nem jár el a kötelező szűrővizsgálatokra, összegyűjtögeti a betegségeit, és aztán több betegséget kell egyszerre kezelnünk, és most ennek van itt valószínűleg az időszaka, hogy ennyire sok beteg van a rendelőkben. A rendszeres szűrővizsgálatok tehát nem csak a pacienseknek, hanem az orvosoknak is nagy segítséget nyújtana. Egy-egy alaposabb kivizsgálásra ugyanis nagyjából 20 perc szükséges, így hamar eltelik a rendelési idő. Ez pedig nem csak az orvosoknak, hanem a betegeknek is gondot okoz. Várakozási idő mindenkinek megnevekszik, tehát mind az orvos, mind a beteg többet vár. Igyekszünk korán elkezdeni a rendelést nem csúszva, és a befejezés az ugye rugalmas, tehát hogy a rendelési időt hiába is szeretnénk tartani, gyakran nem sikerül. Ráhúzunk a rendelési időkre, az adminisztrációnkat nem tudjuk teljesen befejezni az ellátás során, tehát mindenképpen plusz idő kell, de hát nyilvánvalóan ezt az ember utólag a rendelése után meg tudja oldani. Vannak, akik a legkisebb betegséggel is a rendelőbe mennek. Ezzel kapcsolatban az orvos azt javasolja, inkább jöjjön el valaki tízszer feleslegesen, de előzze meg a nagyobb problémát.